Massimo Oddo az átigazolási szezon utolsó napjaiban írt alá szerződését a Bayern Münchennel, majd a világbajnok olasz játékos azonnal be is szállt a bajorok edzésébe és interjút is adott. Massimo, üdvözöljük a Bayern Münchennél, itt az Ebener Strasse-n található edzőközpontban. Mik az első benyomásai, hogy érzi magát Münchenben? Massimo, innanzitutto benvenuto qui a Monaco, alla Ebener Strasse. Come sono le prime impressioni di questa di questo club? Grazie. Köszönöm a kérdést. Thank you for the welcome. Tudtam, hogy egy igazi nagy klubhoz igazolok, egy híres csapathoz, és azt követően, hogy megérkeztem ide, elmondhatom, csak pozitív benyomásaim vannak. Arrivare qui questa mattina in questo centro sicuramente non possono che essere positive. Őszintén szólva, a Bayern München már az elmúlt szezon végén felvette velem a kapcsolatot, de akkor még nem történt semmi. Néhány nappal ezelőtt egyértelművé vált, hogy elhagyom a Milánt. Több ajánlatom is volt, de amikor a Bayern ismét megkeresett engem, eldőlt, hogy Münchenbe szerződni a lehető legjobb döntés a számomra. Non ho potuto far altro che prendere in considerazione questa che era ovviamente la scelta migliore per me. Jó, persze világbajnok vagyok, de ez más. Ez klubfutball. Mindenkinek meg akarom mutatni, mire vagyok képes, és hogy megérem a pénzem. Az az igazság, hogy ez csak az egész csapat támogatásával lehetséges. De az első benyomásaim alapján ez egy összetartó és erős társaság, úgyhogy nem aggódom. Luca Toninak nagy szerepe volt a döntésemben, hogy a Bayernhez szerződjek, mert azért elhagyni a hazádat és egy új környezetbe kerülni komoly lépés. A tény, hogy Luca már itt volt, és hogy évek óta ismerem őt az olasz válogatott révén, rendkívül fontos volt a számomra. Ezen felül ráadásul csupa jót mesélt nekem a Bayern Münchenről. Nem hinném, hogy vasárnap már játszhatok, az azért túl gyors lenne. Meg kell szerveznem az új életemet, de ígérem, hogy a következő héten már a Bayern München rendelkezésére állok. Dalla prossima settimana mi renderò completamente disponibile. A Bundesliga harmadik fordulójában sorra kerülő Hertha elleni vasárnapi mérkőzés előtt eseménydús napok zajlottak a Bayern házatáján, melyek során sorsoltak a Bajnokok Ligájában, a német válogatott erőssége Marcel Jensen elhagyta az együttest, az olasz Massimo Oddo ugyanakkor Münchenbe igazolt. Massimo ma volt itt először, és át kellett esni az ilyenkor szokásos erőfelmérőn. A csapat edzésének utolsó fél órájában már ő is beszállt, és kifejezetten jó benyomást tett ránk. Elmondta nekünk, hogy lenyűgözte az új szolgáltató központunk. Néhány napot azért adtunk neki arra, hogy elrendezze a dolgait, elintézze azokat a teendőket, amelyek egy új helyen elengedhetetlenek. Most visszament Milánóba, aztán hétfőn visszatér hozzánk, kedden pedig ő is részt vesz Oliver Kahn búcsú mérkőzésén. Sollte dann beim Oliver Kahn seinem Abschiedsspiel am Dienstagabend mit von der Partie sein. Ma no, dire la verità, ci sono stati dei contatti sinceramente anche. Őszintén szólva, a Bayern München már az elmúlt szezon végén felvette velem a kapcsolatot, de akkor még nem történt semmi. Néhány nappal ezelőtt egyértelművé vált, hogy elhagyom a Milánt. Több ajánlatom is volt, de amikor a Bayern ismét megkeresett engem, eldőlt, hogy Münchenbe szerződni a lehető legjobb döntés a számomra. Insistentemente il Bayern, ovviamente non ho potuto far altro che prendere in considerazione questa che era. Az olasz világbajnok a jobb szélen lesz bevethető, és elsősorban a sérült Willy Sanyót, és amit átítapott kell helyettesítenie. Egy dinamikus játékos, akinek komoly nemzetközi tapasztalata van. Játszott ellenünk, amikor a Milánnal találkoztunk, és biztos vagyok benne, hogy nagy segítségünkre lesz. Also ist ein sehr guter Spieler, der uns mit Sicherheit weiterhilft hier.
Izgalmak és történések bőven vannak tehát a Bayern Münchennél. A játékosok számára azonban a legfontosabb dolog az, hogy végre győzzenek a Bundesligában, méghozzá Hertha ellen. Jürgen Klinsmann vezetőedző az elmúlt 7 napban igen kemény edzéseket vezényelt a csapatnak. Ezen a héten 6 tréningünk is volt, és ennek meg lesz az eredménye. Tudjuk, hogy ez szükséges a hosszú menetelés során. Rendkívül zsúfolt szezon lesz ez, főleg akkor, amikor már a Bajnokok Ligája is elindul. Őszintén szólva, az első meccsünkön 3-1-es győzelmet vártam, aztán Dortmundban is hasonlóval számoltam. Nem így történt, de hiszük azt, hogy jó úton járunk. Ezekben az eseményekben teli napokban a szurkolók felteszik a kérdést, vajon mi következik ezután?